nem isteni gyermekségnek szólítják, hanem szent gyermekség műve, vagyis missziós gyermekek társasága. Ez a pápai missziós műveknek a négy ágazata közül az egyike. Ez a missziós gyermekek társaság. A pápai missziós művek az pápa hatóság alatt tartozik, ezért is van a pápa, mert ez négy ágazata van a pápai missziós műveknek, azért is az több szám. És miért is művek? Ez egy kicsit furcsa, nem valami elektronomos művek, meg gázművekről van szó, hanem igazán missziós művek. Tehát ez missziós feladatot, amit ellátják. Mondjuk így, pápai missziós művek az egy olyan szervezet, az egyháza, ami átfogja az egész világot, és segíti a fiatal egyházakat különböző módon, hogy a hitterjesztést végezze, vagy a missziós parancs, ami Krisztus adott nekünk, hogy menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Ezt ennek eleget tenni, ez a négy ágazat, ami a pápai missziós műveken keresztül működik, sokat teszi, hogy meg tudjuk valósítani ezt a parancsot. Na, mi a négy ágazat? Az első pedig propaganda fidei, ezt úgy hívják, hitterjesztés műve. Hát a hitterjesztés, ez nagyon fontos az egyház számára, hitet terjeszteni kell, hitet át kell adni. És ez a hitterjesztés műve, Szent Gyermekség műve, Szent Péter apostol műve, ez mind a három Franciaországban alakult. Az érdekes, hogy a Szent Péter apostol műve meg a hitterjesztés műve az laikus asszonyok alapították. Ez nagyon érdekes. És most, mára, az olyan szervezeti vált, nélkül az egyháznak a missziós munka nagyon gyenge lenne, nélkül ez a két szervezet nélkül. A Szent Gyermekség műve ugyancsak Franciaországban alakult ki, Nancy püspöke, Forbin de Jansson, aki püspök volt természetesen, de nagyon-nagyon akart a misszióba menni, pláne Kínába. Mert az ottani hírek annak idején, az 1842-ben történt, vagy azelőtt, alakult 42-ben, azelőtt már a püspök, a papság felé vezető úton nagyon sok hír kapott Kínából, Kínáról, hogy szenvednek ott a gyerekek. Nagyon sok gyerek akkori korban ilyen halt Kínában. Nagyon szörnyű helyzet volt. Na, Ázsiában. És ő neki volt az ötlet, hogy lenne, ha a fejlődött országban, vagy a jobb módú gyerekek tud segíteni azokon a gyerekekkel. És akkor ez az ötlet elmondászottani, ahol ő volt azoknak a gyerekeknek is. Így alakult lassan ez a Szent Gyermekség, vagy a missziós gyermekek társasága. Azok a gyerekek nagyon fogadó szívűek voltak, vagy fogékonyak voltak erre, és azt mondta, ők fognak imádkozni ugyanakkor minden hónapban, ahogy tudnak valamiről lemondani, és ennek az árat mi fogunk küldeni oda, hogy ők is kapjon valamit ennivalót, vagy jobb körülmények között élhessenek. És így lassan alakult, és az mára körülbelül 10-15 millió gyerek tag ennek, és az a legnagyobb gyermekmozgalom az egyházban. Az azért nem ismerült itt Magyarországon, mert 48-ig nagyon-nagyon erősen működött. 1948-ig. És azóta, amikor megtiltottak a többi egyházi szervezettel együtt a kommunizmus rendszer, ez is megszűnt, eltűnt. És azóta senki nem törődött vele. És amikor engem nevezték ki pápai missziós műveknek igazgatójának, akkor én mindenképpen akartam azt újjáindítani itt Magyarországon. És az így indult, tehát a három és fél évvel ezelőtt újjáindult. És ma már ilyen 650-700 gyerek tag ennek hivatalosan. És hála Istennek itt a Váci egyház megyében a legtöbb gyerek van. És azért a püspök atya nagyon látja a lényegét. Az egyház azért létezik, hogy misszionálja. Misszió meg az egyház az egy az egyben ugyanaz. Mert másképpen nincs értelme az egyháznak a létének itt, ha nem misszionálunk. Mert a egyetlen egy küldetés van az egyháznak, hogy misszionálja. És a misszió az mit jelent? Ami a hitet, az Istentől, amit mi kapunk, ezt nem csak elméletileg csak mondani, szavakkal kifejezni, hanem ezt tettekre is váltani. Nincs értelme másképpen a hitnek, se a szeretetnek, nem? Ha azt mondom, hogy szeretem, ennek kifejezni kell.
elszület. És akkor az értelmesi válik. Én azt hiszem, Európában ma azért fontos ez nagyon, mert nagyon elméleti oldalára húzott a hit. Elméleti valóságá vált. A tett azonban saját életben, az ember életében nem mutatkozik. A hit az nem valósul meg. És azért nagyon sokan eltávolodnak az egyháztól, mert nem látják ebbe értelmet, erőt. És elmennek az egyháztól. És azért fontos, hogy kiskoruktól fogva, hogy adjon meg a gyerekeknek, vagy neveljük a gyermekeket a hit meg a cselekedet közötti fontos. Tehát az értetné velük, hogy a hit, amiben ha Isten, akiben mi hiszünk, az mennyire fontos, hogy tettekre váltjuk. Azt mondom, hogy Isten, szeretlek téged, az az Isten, aki ember élet, és ő is szolgált másokat, is szerette, akkor azt az Istent, ha azt mondjuk szeretni, akkor én nekem is azt meg kell tenni. Nem nagy mértékben, de ahogy tudok. Egyszerű dolog. És az a gyerekeknek azt elmondja, és a gyerek fogékonyak, és tényleg tudja, hogy akkor van értelme a hitnek, amikor tettekre vált. Amikor én azt mondom, nem csak mondom, hogy szeretlek, hanem tettekkel valósítom azt, hogy mondom. Ha valaki beteg, valaki szenved, valaki szükséget szenved, akkor én tudok segíteni neki. Tettel bizonyítani, hogy az Isten, akiben hiszek, ő tud rajtam keresztül működni, és akkor már látja a csodát az ember. És értelmet is kap. Tehát Istenbe vetett hita, tettekre váltva embertársaink felé élni minden nap életében. A gyerekeket ezt tanítjuk, az a Szent Gyermeség műve. Na, a lényeg ezen túl, nem csak itt Magyarországon van, vagy a faluban van a hit, hanem Krisztusban mindenki testvér. Tehát aki Krisztusban hívő, annak felé nekünk fordulnunk kell, az mindenki testvér. Krisztus minnyájunk ki, tehát mindenki ért jött. És azért más országban is vannak gyerekek, akik szenvednek. Azokért mit tudjuk tenni? Mert a nagy egyháznak a gyermekei vagyunk, nem csak itt. És ezért ki kell nyitni a szemünket, és erre is tanítjuk a gyerekeket, nem csak itt, hanem máshol. Nem is ismerjük, de mégis mi tudjuk valamit tenni, az nagy dolog. És ezért ezekre a dolgokra mi próbáljuk. Így egy individualizált világban vagyunk most, de a gyerekeket próbáljuk, hogy ebből kihozni. Nem csak mi vagyunk magunk, én vagyok, hanem mások is vannak, mert az a kereszténység. A kereszténység erről szól, nem individualizmusról szól, hanem embertársai mások is vannak. Úgy, mint én, mások is vannak, és ha tudok segíteni, akkor segítek neki, ahogy tudok. Nem csak imádkozni, hanem segíteni is. És akkor kicsit tágasra nyitja a gyerek a szemét, és látja, a világ az nagy, és az Anyaszent Egyház az nagy. Más helyen is vannak testvérek. Bár nem ismerem akkor azok a testvér, mert Krisztusban mindenki testvér. Mert ő benne hiszünk. És annak a titozzátos testének a tagja vagyunk. Mi mindjárt. Így építjük az egyházat itt a földön. És ezek a tudat, amikor adjuk, akkor én azt hiszem, értelmet kap a hit. És ez boldogan is válja a gyerek. Ez a Szent Gyermeség művének a motó. Kis áldozat, kis ima, kis áldozat. Kis imával és kis áldozattal gyerekek segítenek gyerekeknek. Említette az atya, hogy 160 évvel ezelőtt mondjuk akkor még Kína volt egy kicsit a fő célterület, most viszont akkor úgy látszik, hogy globális, ugye, tehát az egész világban, ahol szükséges. Mert itt láttam, hogy pont egy kicsit Afrikára helyeződött talán a hangsúly. Magyarországnak most ez egyfajta célterülete? Minden évben nekünk van egy-egy konkrét projekt a Szent Gyermekség művének. Ebben az évben Gambia, ahol a szegény iskola nővérek, patrona nővérek, azok dolgoznak. És mi próbálunk az ott élő gyerekeknek segíteni, mert ott egy gyereknek egy napi étel az 7 forintba kerül, 7-es forint. És nekünk az semmi, a gyerek tud azt vállalni. Na? És akkor most 1000 gyereknek egy éven át próbálunk segíteni, hogy legyen nekik ennyi valójuk, óvodások gyerekeknek. És a gyerekek nagyon összefogtak, és lemondanak egy csokiról, vagy egy fagylatról, és az már is 10 gyereknek a ebédje, vagy étel. És ezt megteszi. Egy fagylatról lemondja, vagy kóláról lemondja, és már... És ezeket összegyűjtjük, ezek a kis apró pinceket, és akkor most a év vége felé mi visszük. Ebben az évben ez a projektje. Jövő évnek a projektje, például Kárpátalján fogunk építeni egy templomot. Mert én mentem oda, és láttam egy templom, teljesen romokban van, és nem tudnak kipítkezni. És most azt fogunk csinálni jövőre.
mi a gyerekeknek van, és a gyerekek így apronként gyűjti a pénzeket, nem nagyot, de ez a lelkület az fontos, hogy ők tudnak lemondani, áldozatok vállalni más emberért. És a többi, ami hiányzik, az pótolják általában a missziós műveknek a igazgatóságtól. De minden évben volt valami projekt. Az első a Csangaföldi gyerekeknek volt, a második évben volt Indiában egy kollégiumot építettük. Tavaly volt Kongóban egy terepjárót vásároltunk a nővéreknek, idén pedig a Gambia, jövőre pedig a Kárpátalja. Tehát konkrét projektet vállaljuk, ezért van az Afrika konkrét cél volt ma is. Mert ennek, ebben az évben az a célunk, hogy mi egy olyan helyet választjuk minden évben, ahol az egyház nem nagyon figyel, mert nagyon ilyen otthagyott hely, de pedig szüksége van, konkrét, és akkor azt megteszünk. Ez az, ami a célunk mindig. Imádkozunk azok, hogy ugyanakkor valamit teszünk a mi lemondásunkkal. Te Szent Gyermekség művének kik a tagjai, kik lehetnek a tagjai? Hát itt, mivel az újonnan alakult ki, nem nagyon alakult az a háló, pedig minden egyházmegyében kéne egy koordinátor, de nekünk van egy pár egyházmegyében koordinátor. Az igazgatóságban van egy nővér, aki dolgozik, meg két kolléga, aki még dolgoz. Tehát mi négyen vagyunk, onnan irányítják, az Budapesten van, a Jókai Maruca 11-22. Kerületben. Ez az országos igazgatóság. És akkor minden egyházmegyében kéne egy koordinátornak lenni, de minden egyházmegyében még nem alakult ki, mert ez most indult el. És ezért sokat még kell tenni itt Magyarországon, hogy ezt valóban egy jó, működő, nem mozgalom, hanem lelkiségé váljon az egyházban itt Magyarországon. Mindegyik egyházmegyében kéne, hogy jelen legyen, de hálója Istennek azért így alakul. Én mindig szoktam mondani, ha valahol tűz van, tűz, akkor a szomszédok érzi a melegét, mondja, hogy ott valami történik. Ez így van. Most itt egyházmegyében először így alakult, ilyen egy egyházmegye szinten itt találkozott, biztos fogja tudni más egyházmegyés. Böspökök meg emberek, akkor fogja mondani, akkor az miről van szó. És így terjednek, tehát ez így kéne, hogy legyen. Mit lehet elmondani, hogy hány ország van, aki már jelen van ebben? Hát 160 ország. Bárki lehet ikon? Nem, bárki, hanem 6-tól 14 évesek kik lehet. 6-tól 14 évesek, mert azért ahhoz kicsit fel kell fogni nekik, hogy miről van szó ezek a dolgok. És a 14 évesek kik ennek a tagja lehet. És azután automatikusan a másik Szent Péter apostol művébe belép. Tehát így, az egy képzés az egyházban, hogy felnőtt, valódi felnőtt, meggyőkereszett keresztényi váljon. Ja. És a gyerekek hol hallhatnak erről? Van nekünk mindenféle újság, meg weboldal, meg kiadványok, meg ilyesmi. Tehát mondjuk elsődlegesen hittancsoportban találkozhatnak ezzel először, vagy szoktak találkozni, vagy akár is? Az így szokott, hogy amikor megtudja, hogy ez van, és ez hivatalos, az a pápa hatóság alatt tartozik, és akkor mind hivatalosan kell megcsinálnunk is. Ha valaki akkor, akkor mi szoktunk elmenni és előadást tartani először is, miről van szó. És akkor ebből alakul ki a csoport, és amikor életté válik a csoport is készen, akkor én szoktam menni és beiktatni őket ünnepélyesen a szentmise keretében. És szoktunk. És akkor tovább, aki felelős annak a közösségnek, itt is vannak a kísérők, azok tovább vizi, és mindig kapja tőlünk a iránytűt, hogy olyan kell is. A találkozónak, hogy most itt meglett, így első alkalomnál igen, tartunk, pontosan akkor a célja mi is, az, amit említett is az atya, az, hogy kicsit így a tüzet észrevegyi. Igen. Tehát fontos, akármilyen téren is, bármi szempontból is nézve, amikor többen összejönnek, az maguk, a maga az a összejövetel ad egy erőt, egy motivációt, egy nem csak mi vagyunk tiszen vagy, hanem sokan vagyunk az egyházmegyében. Az egy ihlet, egy motivációt ad, egy buzdítást ad. És az időnként fontos, hogy ismerjenek az egyházmegyében működő különböző csoportok, egymással találkozzanak, erősítsenek, buzdítsanak, hogy nem vagyunk egyedül, hanem mi vagyunk itt magyarul. És az erősíti az egyházmegyét, ugyancsak a hitet a gyerekekben. Mert valahol tartoznunk kell. Annál nagyobb a csoport, annál erősebb. És pláne nem csak azért, mert a számokat itt nem erről van, hanem valódi igazi lendülettel és igazi szeretettel az Isten iránt valahova tartozni. Ez az nagyon fontos.